Sziasztok! Ez az érettségi.com. A mai videóban bebizonyítjuk, hogy a pozitív racionális számok halmaza az megszámlálhatóan végtelen számosságú. Ez azt jelenti, hogy ugyanannyi pozitív racionális szám van, mint pozitív egész szám. Ez egy viszonylag meglepő tény, ugyanis hogyha felrajzoljuk a számegyenest, akkor láthatjuk, hogy a pozitív egész számok azok diszkréten helyezkednek el, ellentétben a pozitív racionális számokkal, mivel azok sűrűen helyezkednek el itt a pozitív részen. Ráadásul minden pozitív egész szám egyben pozitív racionális szám, szóval ez elég meglepő állítás, hogy ebből ugyanannyi van, mint ebből. Viszont ezt fogjuk most a mai videóban bebizonyítani. Nos, a bizonyítás során meg fogjuk számozni a racionális számokat, fel fogjuk sorolni, és ezzel igazoljuk, hogy létezik egy kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés a racionális számokból a pozitív egész számok halmazába, tehát ugyanannyi a számosságuk. Ehhez fel fogjuk sorolni a racionális számokat oly módon, hogy először egy táblázatba érjük be őket. Itt felül az oszlopok jelölik az adott racionális számnak a számlálóját, a sorok pedig a nevezőket jelölik, és egy táblázat adott helyére az adott oszlophoz és sorhoz tartozó racionális számot írjuk be. És ebben a táblázatban benne lesz az összes pozitív racionális szám, mert minden ilyen szám előáll két pozitív egész számnak a hányadosaként, azonban egy adott racionális számot többször is reprezentálhatunk ilyen módon, például az egyet 1 per 1, 2 per 2, 3 per 3, 4 per 4-ként, tehát ez az átló itt konstans 1 értékű. És azt fogjuk csinálni, hogy elindulunk a bal felső sarokból, és itt a kék minta mentén átlósan el fogunk indulni, és behaladjuk ezt a táblázatot. És miközben haladunk a táblázatban, mindig felírjuk, hogy éppen melyik racionális számnál tartunk. Először az első elem az az 1, a második elem az az 1 2-ed, a harmadik elem az a 2 per 1, az 2, a negyedik elem az a 3 per 1, az 3. Azonban most jön a fondorlat, ugyanis ahogy elértünk a 2 per 2-höz, észreveszünk, hogy az ugyanannyi, mint az 1 per 1, ami pedig már volt az első elem. Ezért ezt a 2 per 2 elemet kihagyjuk, átugorjuk, ezért tovább megyünk egyel, az ötödik elem az már egy harmad lesz. És így tovább megyünk, egy negyed, két harmad, három ketted, négy, és így tovább. És így módon tudtunk egy sorozatot csinálni. Fel tudtuk sorolni a racionális számokat, és pont ezt szerettük volna, mivel ebben minden racionális szám szerepel, és mindegyik pontosan egyszer, mivel útközben kihagytuk az olyan racionális számokat, amit már egyszer felsoroltunk. Köszönöm a figyelmet!